Szlovákiában elég nagy a káosz, napról napra talán egyre nagyobb. Mintaországnak tűnt Szlovákia, amikor október végén a kormány javaslatára a szakértők bírálatai ellenére elindult a nagy országos tesztelés. Azóta már egy második, sőt egy csonka harmadik fordulót is tartottak a tesztelésben, de csak nem akarnak javulni a fertőzöttségi adatok, sőt, mintha újra elindult volna felfelé a járványgörbe. A helyzetet súlyosbítják a kormányon belüli koalíciós viták, és bizony támadásba lendült az ellenzék is. Ezek a felvételek a legutóbbi tömeges tesztelésen készültek a múlt hétvégén Szlovákiában. Önkéntes alapon végezték a vizsgálatokat, a részvételt pedig nem kötötték feltételekhez. A tesztelésekre azonban nagyjából csak minden harmadik lakos ment el. A szlovák kormányfő szerint ebben a formában nincs értelme a szűréseknek. A miniszterelnök ezért december első hétvégéjére is ugyanolyan országos átfogó tesztelést tervezett, mint amilyet már november elején is tartottak. A központi válságstáb szerdai ülésén azonban úgy döntöttek, hogy december 5-én és 6-án mégsem lesz ilyen. Főként azért, mert nem lehet szabályosan beszerezni elegendő tesztet ennyi idő alatt. De egyre több minden utal arra, hogy azoknak lett igazuk, akik szerint nincs sok értelme az ilyen nagyszabású és rendkívül költséges átfogó teszteléseknek. Az újabb feltétele kötött országos tesztelés ötlete miatt az elmúlt napokban egyre többen kritizálták a miniszterelnököt, köztük a köztársasági elnök, az orvosi kamara elnöke és járványügyi szakemberek is. A járványügyi szakemberekből álló konzilium azt mondta, hogy az egészségügyi dolgozók most már olyan módon elgyötörtek Szlovákiában, hogy egyáltalán nem lenne szükséges az, hogy egy újabb országos tesztelésnek kelljen őket kitenni, ott újra még elgyötörtebbek legyenek, és ezzel pedig az egészségügyi ellátás kerül veszélybe Szlovákiában. A miniszterelnök azonban kitart az újabb országos tesztelés mellett. Rendkívül nehéz feladat áll előttünk, mivel a teszteket nem sikerült időben biztosítani. Mindazonáltal megpróbálunk a lehető leghamarabb elindítani egy újabb országos tesztelést, de ehhez természetesen rendelkeznünk kell az alapvető forrásokkal, vagyis a tesztekkel és a védőfelszereléssel, mondta a szlovák miniszterelnök. A káosz miatt már nem csak az ellenzék támadja a miniszterelnököt, de a kormánykoalíción belül is súlyos feszültségek vannak. A gazdasági miniszter szerint pénzkidobás lenne egy újabb értelmetlen országos tesztelés. Az oktatási tárca vezetője pedig mihamarabb megnyitna az iskolákat, ezt azonban Matovics kormányfő egyelőre nem engedi. Hogy enyhül vagy erősödik majd a politikai feszültség Szlovákiában, azt leginkább a járványgörbe alakulása dönti el. Északi szomszédunkban már több mint 100 000-en kapták el a koronavírust, és csaknem 750-en haltak bele a betegség szövődményeibe. És hiába zárták karanténba azokat, akik az országos tesztelésen pozitívak lettek, a járvány nemhogy nem lassult le, hanem egyre gyorsul. Csütörtökre rekordszámú, csaknem 2000 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt Szlovákiában.